Huckleberry Finn-t játszom ebben az előadásban. A címszereplőnek, Tom Sawyernek a legjobb barátja vagyok, utcagyerek, aki egyébként jól érzi magát, úgy abban, ami, tehát hogy feltalálja magát a jéghátán is megél. Nyilván vágyik arra, hogy legyen valami támaszpontja, vagy egy akár egy családja, még hogyha ezt így nem is mondja ki konkrétan. És aztán hát ugye a történetet ismerjük, hát végül is ugye lesz is, és de neki a legfontosabb igazából az, hogy a barátjával, hogy az már neki igazából egy, az a legfontosabb. Szóval ennek az egész történetnek, a Huckleberry Finn történetének a legfontosabb része az a barátság, és egy nagyon szép történet szerintem ez, és ezzel azt hiszem mindenki tud azonosulni. Fogadjuk meg, hogy mindenbe segíteni fogjuk egymást, és testvérek leszünk, mint halálig. Mint halálig. Egymásra hatnak, egymást próbálják irányítani. Hát kívülről ránézve nem tudom igazából, hogy melyikük irányít jobban. Hát talán a Huck egy picit, igen, ő leleményesebb, annál fog az utca gyerekségéből adódóan ő találékonyabb. Mert a Tomnak azért mégiscsak ott van a biztos pont, a család, a Holly néni, hozzá mindig vissza lehet menni, abból kiindulni. A Hucknak nincs ilyen biztos támaszpontja. Don't find the woman that I'm loving, and I ain't going to let my airplane.